A Keszthely Városi Diáksport Egyesületnél 50 igazolt atléta van. Dr. Kardos József és Csikós József az igazoltakkal, míg Béres Tibor az előkészítő csoporttal foglalkozik. Az atléták a járvány alatt is kitartóan edzettek. Egy tréner és 4 atléta, köztük az ifi bajnokság kétszeres ezüstérmese Kusztor Virág esett át a koronavíruson. A kiemelkedő tehetségnél sajnos utótünetek is jelentkeztek, így most nem tréningezhet. A tavalyi, rövidített szezont végig teljesítették, a versenyzés viszont nagyon hiányzott nekik. Sajnálatos módon a válogatott viadalok maradtak el, pedig a Virágnak szépen lett volna esélye arra, hogy képviselje Magyarországot. Ez kellemetlen volt, meg az összes diákolimpiai verseny elmaradt tavaly is és idén is. És hát ott is a Csahóci családnak, meg a Virágnak hát komoly dobogós esélyei lettek volna. A rekordtán pálya létesítésével javultak a felkészülési feltételei az atlétáknak. Sajnos télen kevés alkalommal húzhatnak szöges cipőt, olyankor a Helikon Parkban, a mozgásházában vagy a gimnázium lépcsőjén tréningeznek. Keszthelyen a hivatalosan működő sportegyesületek száma 25. Az Emberi Erőforrások Bizottságának becslése szerint meghaladja az 1000 főt azok száma, akik ezen egyesületek kötelékében sportolnak. Több kiemelkedő sportoló és edző van Keszthelyen, elég csak említeni az olimpiai kvótás sportlövő Major Veronikát, vagy a junior párbajtőr válogatottat is edző Borosné Ejtner Kingát. 1, 4, 3, 2. Az önkormányzat nem tart fenn egy sportegyesületet sem, és nem szerződött szponzora senkinek, de a lakosság egészséges életmódjának biztosítása céljából minden évben támogatja a sportolókat. Tavaly a pandémia okozta nehéz gazdasági helyzet miatt a szokásos támogatás felét 8 millió forintot osztottak szét, mondta Csótár András, az Emberi Erőforrások Bizottságának elnöke. Az idei évben minden törekvésünk arra irányult, hogy mind a 16 millió forintot tudjuk is biztosítani az egyesületeknek. Mi úgy ítéljük meg, hogy ebben a mostani gazdasági helyzetben ez a 16 millió forint egy méltó és erős támogatás az önkormányzattól. A jövőben természetesen, amint az önkormányzatnak a lehetőségei ezt megengedik, szeretnénk is ezt az összeget erősíteni, nem csak magát a támogatási összeget, hanem szeretnénk az infrastruktúrális hátteret is fejleszteni. Csótár András hozzátette, az anyagi támogatás mellett például létesítmény használattal támogatják a keszthelyi sportegyesületeket. A város vezetés célja, hogy a komoly múlttal és erős jelennel rendelkező sportélet tovább erősödjön a városban. Keszthelyt szeretnénk egy olyan várossá alakítani, ahol a nevesebb hazai, akár nemzetközi sportrendezvények megvalósítása kerülhetnek. Így támogatjuk azt, hogy a sportegyesületeink nemzetközi és hazai rangos versenyeket ebbe a városba hozzanak. Ehhez a közeljövőben a szálláshelyek bővítése, mint tudjuk, meg fog valósulni. Az idei évben a Balatonvívó Klub és a Csőztót Norbert nevével fémjelzett karatésok is nagyszabású viatalt rendeznek Keszthelyen.